Szép jó hajnalt mindenkinek, Turin vagyok, ez pedig a Sword of the Stars The Pit végül is. Folytatjuk a Rangerrel való alámerülésünket a verem sötétségeibe. Viszonylag jól állunk, még egy pótpáncert is sikerült készítenünk. Viszonylag gyenge, de sok-sok-sok szívossággal. Struktúrával bír. Nos. Hó, az egy hasznos eszköz lesz, viszont azt a két kizet jó lenne tisztán és gyorsan megoldani. Bleeding Hells. Hó. Give my regards to Varpo Nu. No, eddig jó. Eddig jó. Sikerült egy masszív lőfegyvert is összeszedni. Ó, 34%-os elektronika, arra érdemes rágyúrni. No, no, no. Nem jött össze, improvised lockpick. 50% az kicsit szoros, és nagyon volt meg. Arra nem kívánok elkölteni. Lire dupet. 9 lockpick. Lehet, hogy jó lett volna előre. Jó, a sérült kajánkat megpróbáljuk megenni, ez 300, annyi befér. Igazából az első infektel után már mindegy. Így teletöltöttük magunkat. Ó. Sardo watches over me today. Tekintélyes szervezeti erőnknek köszönhetően szépen legyűrjük a betegséget, és ez a terv. De a sérülést azt nem annyira szeretjük. Ó, 99%-nál nincs miről beszélni. 10 energiacella. No hát itt ideális. Kiváló. Egy duct tape. Elköltöm. Nem tudom, hogy megéri-e, de mondjuk hasznos, ha segít fejleszteni az elektronikát, mert az nagyon kell. No, kaptunk még egy opciót. Majdnem összeraktuk. Séflog. Kaját ne sejted. Nagy energiatartalmú kiegészítő. Szendvics. Két adag hufnat. Origi flavor oil. Na jó.
I live, you die, as it should be. Ez erős pazarlás volt mind a lőszer, mind az időterén. Az ott egy zárt elem, megnézzük, és utána megyünk a másik irányba ezt földeríteni. Itt valószínűleg van valami jelentős probléma. Itt nem biztos, hogy akarok, de muszáj megnézni így is, úgyis. Oh yeah! Lost a scale that time. Egy hármas infection. Az már nem annyira baráti. Mert igazából infekció összeszedés után már átállhatunk a kézi gyepára. Tarka meg egy alma. Hiver Tool-t újra töltjük, végig van elég energiacellánk erre. És inkább legyen feltöltve, mint nem. No, az nagyszerű volt. Mert itt kiválóan használható. 20% buktáról 5%-ra csökkenti. Mondjuk pont az alfakéj és hasonlókra nem nagyon van kedvem összeszedni. Nyé. Na igen, ezt... Szóval jobban örülnék, ha nem kéne fogyasztania. Nos az... Egyértelműen Sniper Rifle alkalmazás. Yeah! Need better armor. Ó, tehát nem azt lőttük, amit kellett volna. I live, you die. As it should be. Reméljük ki tudjuk húzni a szintlépésig. A HP az egy állandó gond ezzel a karakterrel. 180-a. Marinnak valami 300, 400, 500, 600 volt. Szóval nyugodtan... Ohoho, hello! No. Wounded. Cserébe egy adag pisztolyt szedtünk össze, pisztolylőszert. És a páncélunk ki tovább gyógyult, lefelé. Nos, hogy ebből hogy lesz valami jó nekünk, azt még nem tudom. Mindegy, hát reméljük, hogy nem gubancos. Improvised lockpick jelentősen segít rajta. Lőszer, meg egy teleportáló bomba. Ha
Ezt nem is tudom, hogy valamiben most épp használom-e vagy sem, a teleportáló bombát. Elsúvasztotta ide. Inkább cseréljük le ezt a kettőt. Dam-dam-da-dam-dam. Egyelőre oké a helyzetünk. Mennyi XP kell még? 150. Igazából pillanatokon belül meg lehet. Főleg, hogy ott van egy orvosi szumó. És egy utat ott a lejárat. Na, a gond az, hogy egy ilyen pacsit összeszedünk. Ebből szintet lépünk, az tiszta sor. Ennyink van 48. Hát ez nem elég. Jó lenne, ha ez működne, de esélytelen. Pisztoly, rifle, blade, melee. Hát ez egy fegyverkör volt. Az a baj, hogy egyébként ilyen köröket kellene csinálnunk, hogy működjünk. Csapda, Sea Charger, mondjuk legalább nem negatív. Na, ebből semmilyen probléma nem jött ki. Na, kérdés, itt mit találunk? Azt remek, hogy pont feltöltve teljes XP-vel pillanthatunk be. Igen, átmentünk Berserkerbe. Egymást gyapáljuk addig, amíg van mit. Három sérült gyártóeszköz. Három esély, hogy legalább az egyiket megjavítjuk. Van is sok-sok elektronikát gyakorolunk belőle. Vagy hogy mindent felrobbantjuk és semmi haszna nincs. Mint ahogy látható volt. Hát azért erre egy improvised lockpicket nem kívánok elkölteni. Hehehe. Ez a sniper rifle, ez nagyon szimpatikus, csak a tároló készlete az, ami elképesztően alacsony. Teleport trap, azt szedjük le, ha tudjuk. Abomination. Nem tudtuk. Itt pedig már jártunk, úgyhogy ez a szint ennyi volt. Gyorsan termeljük be a második következő szintet. Igazából nincs vele opciónk, gondunk. Hiver túl megint, meg elfogyott. Hát 1%-ról 8%-ra nem segít. Ouch!
Igen, itt már föl lehetett volna tenni a kérdést, hogy érdemes egyáltalán kísérletezni. Na, az első kör az egész gyorsan ment. Belépő. Üres. Ó, tudunk készíteni egy csomó jó cuccot. Tudunk egy stinkwitchet. Elég szűkösen. Hát próbáljuk meg. Hagyományos sumók. Tudunk főzni. Tudunk egy ilyet. Még egy kis jó minőségű antibiotikum. Na hát, főzzünk egy húst. Nos, nem akarom kérdezni, hogy miért a főzőcske során szoktad használni a farkadat. És ha válaszod igen, akkor miért? Egy újabb konyha vagy sütőhely. Stinkwitch 150-et ad, told be. Annyival előrébb vagyunk. Na, hát kajában nem állunk rosszul. Jól sem állunk, mert azért olyan hatalmas készleteink nincsenek. Némi hús. A tarka warbread az mondjuk hasznos. Főleg, ha lenne megfelelő sajtunk. Destroy random item, ismeretlen csapda. Hello! Protean. Halott. Valami van itt. Még ami él. No, increase health. Ez egy szimpatikus csapda, olyat szerettünk. Próbáljuk rendbe hozni. Sikerült. Ó, itt most szereztünk antibodit. Reméljük ennyi betegség nem kell, de mondjuk túl sokáig ő nem húzhatja. Sima sotwitch, nem rossz az, de inkább nem akarom elpadarolni. Hát, ha találunk megfelelő sajtokat. Ó, de majdnem belefutottunk. Kezdődnek a proteánok érkezése. Decrease-elsz, hát akkor nem használnám, jó? No. Csak tényleg az a gond, hogy ezt minden egyes alkalommal meg kell gyógyítani. Viszont itt fel tudjuk tölteni a hiverünket. Ami egy jó hír. Ohoho! Kockázatos. Jó irányba ment az a sumó. Oh.
save a place for me in hell. No. Cóż, to jest szesetyk. Nem kockáztatunk, itt már alakváltók minden további nélkül lehetnek. Excellent. Wow! Mi a fene ez? Egy Katar nevű. Katar, pontosabban. Jó, és mi vagy te? Hiver Double Shot Laser Rifle. Wow. Rendkívül pontatlan. Energy Backpack-kel dolgozik. Két lövést ad le, 14-es sebzés. Nagy penetráció, ahogy az várható ettől. És 20 lőszer van benne. No, ez alapvetően nem egy rossz cumó, főleg, hogy van egy energy backpack még hozzá. Csak kell ahhoz az energy backpackhez némi helyet készítenünk, mert az egy 4-es tár. Nem csak úgy entereg. Hatalmas helyet foglal, mint látható. Nos. Igazából... ez többet sebez, de mondjuk ez kétszer lő. Plusz még egy fegyver, amit tudunk használni adott esetben. A semminél mindenképpen jobb. Nem dobáljuk ki, de nem vagyok meggyőződve, hogy egy nagyon használt eszközünk lesz. A Hivert használtuk párszor. I'm glad no one saw that. Senki nem látta valóban. Épp elnéztünk. Ott egy protán. Megoldódott a protán probléma. Észak, dél, stb. Ho-ho-ho-ho. Nem. De az az energia, vagy mi az, Cybernetic Brain, az szintén egy hasznos kütyű. Azért el kell galoppozni. A 90%-nál ne buktázz. No, annak az esélye, hogy ez kamu, igen nagy. Oh, hello, enlarge Iris. No, megúsztuk. Pedig az, aminek mondja magát. Lássuk hát, ha szerencsénk van. Kaptunk egy csizmát. Alkatrész valamilyen emberi kutyihöz. Végülis. Tudjuk, hogy mihez alkatrész? Nem. Ez jobb lenne.
No hát ez esetben föltöltjük itt a Hiver-t. Ha tudjuk. Még benne töltet. Tudjuk ezt valamire használni? Nem. Akkor elhasználjuk XP-re. Meg computer skillre. És felteszem akkor itt a lejárat. Tarkov Orb-ed és Composite Cloth. Mind a kettő hasznos. Egész jól felszerelt kis orvosi készlet. Lássuk. Ó, egy Terran orvosi készlet. Nem tökéletes, de mondjuk egynek jó, mint gyógycsomag. Tarkaként nyilván szívesebben használnák sajátot, használnék sajátot. Tudunk bypass circuitot készíteni, vagy electronic scrambler-t, vagy várunk diagnosztika chipre. Nos, Composite Cloth megvan, energiacella van, úgyhogy már csak ezt a kettőt kell összeszedni a lifter packhez. Az egy extra emelőeszköz, igencsak értékes. Tehát ezek elég gyorsan beszerezhetők, úgyhogy inkább itt elköltöm egy... Nem sikerült, bár egy elektronika skillt összeszedtünk belőle jobb hiány. Készíthetnék ilyen energia backpacket, de nem érzem úgy, hogy most a szert kellene pazarolni erre. Az elektronika skill viszont hasznos. XP-t meg nem hagyjuk benne a rendszerbe. No, hát ennyi. Legközelebb folytatjuk.